Sziasztok, Doggy vagyok, itt is Anik a Sims 4-nek a 77. részével, és ebben a részben szerintem megnézzük ezt az UFO növényt, engem nagyon érdekel, hogy ez mi lehet. Ugye Summer-nél van elméletileg, és ezt átrakom Teóhoz, mert szerintem neki van olyan kertészeti szintje, hogy ezt ügyesen el tudja ültetni. Oké. Elég érdekesen néz ki egyébként, ilyen Eat Plant. Ilyen szivárványos. Kíváncsi vagyok, hogy mit tud. És akkor megtrágyázzuk. És foglalkozunk egy kicsit a kerttel. Egyébként ezekkel is lehetne. Evolve, evolve. Ó, közben Diana-t előléptették. Kíváncsi leszek, hogy mit kapunk? Flying Saucer Table lámpát. Kaptunk egy új lámpát, 256 címalamot és ruhát. Hát majd megnézzük. Mindenféleképpen egyébként szerintem a munkaruháját tudja használni mindennapi öltözetnek, de szerintem az nem egy olyan dolog, amit mindenféleképpen be kellene neki állítani. Jó, viszont Teo nagyon álmos, úgyhogy elküldöm aludni. És Summer pedig egyen valami finomat. Illetve dobja ki a kaját. Meg lehet egyébként jól lenne, ha beszélgetnek is lányával, mert nagyon lent van a social skill-je. Adjon neki egy puszit. Jó. Kicsit fölvidítja. Már is jobb mindenkinek. Mondjon neki egy tanulságos történetet. Szerintem az öleléstől megy fel a leghamarabb. Friendly. Mesélj neki az űrről. Elég nehezen megy fel egyébként a social skill-jel, pedig egész sokat beszélgetnek. Ha megisszom a roncslét, attól felmegy a kajája. Nem is iszom meg. Nem. Szuper. Jó, most már hagyd abba a beszélgetést, most már jó lesz így. Hát valamennyire felmegy. Közben folyamatosan beszélget. Nem tudja meginni a narancslevet közben, érdekes. Hát akkor csináljunk valami kaját. Na, ahogy látom, azért ez a narancslé nem volt elég. Oké. Tanulunk menjen el vécézni. Ki alszik együtt Teóval? Hát persze, hogy Phoenix. Úristen, ez a lány. Összeállt a kollektor. Oké, 672-t kaptunk, azért az jó. Viszont ez tönkre ment. És Teó alszik. Ami viszont nem jó. De mindjárt fel kell, és akkor majd megjavítatom vele. Csak előbb fürödjön le. És akkor utána menjen el megszerelni ezt a csapot. Reaper. Tudom, hogy csak 72 szín alatt neki cserélni, de szeretném, hogyha a barkács szintje is fejlődne. Diana alszik. Alszik. Alszik kislány, alszik. Putin inventory. Húha, dühös. Miért dühös? Mert felkeltettem. Hát, bocsi. Rajzolgass még, ahhoz, hogy előléptessenek az iskolába. Tehát azért, mert jó tanulva nem fogják előrébb lépni. Meg leckét ír minden nap, azért sem. Hanem ügyes kell, hogy legyen valami, be az, hogy ötös legyen. Ami azért eléggé furcsa. Oké. Most neki át leckét írni mérgesen? Nem biztos, hogy jó lesz az. Na mindegy. Hajnali 3-kor még hozzá. Teljesen átlagos család vagyunk. Be is fejeztem amúgy a festményt. Na jól néz ki amúgy. Kell a galériának.
800 Simoleon feed. És milk. És utána lefeküdhetsz aludni, megengedem. Oké. Stressz eszenciát kaptunk belőle. És neki pedig ennie kellene. Mérgesen eszik. Teónak rossz a kedve nagyon, meg éhes is. Akár ő is ehetne. Egy darab maradt belőle, olyan, mintha nem is lenne semmi. Hát nem tudom, hogy kivállalkozik arra az egy darabra, ami ebben a tálban van, de egészségére. Szerintem jól nem fog lakni. Most már nincs is, nem is írja azt, hogy egy darab lenne benne. Érdekes. Oké, és akkor már csak a kedvét kellene. Akár nézhetnétek is együtt a tévét. És akkor mindenki jó kedvűen fogja kezdeni a lapot. Teónak két órán belül dolgoznia kell, hogy nem tudok vele upgrade-elni különböző konyhai eszközöket. Nem baj. Mert akkor máskor fejlesztjük őket. Ő 3 órán belül fog dolgozni. Mindenki dolgozik ma? Gondolom Summer megint nem. Valahogy mindig akkor dolgozik, amikor mások nem. De ő is dolgozik ma. Szendelon. Így néz ki a növényke. Intergalactic Growth Pod. Ignore it. Ne foglalkozz vele. Jó, Szendelon. És mindenki egyedül megy. Megbirkóztok egyedül a munkával. Work hard. Work hard, work hard. Remélem most már elő fogják őket léptetni. Hát mondjuk Dianát most léptették elő. Jó, hogy vele kellett volna egy mennünk dolgozni. Hát akkor majd legközelebb. Elfejtettem, hogy előléptették. Te unokám, hogyha egyébként nem javulna a munkateljesítménye. Ez most mi volt? Ide jött, táncolt egyet a szemét dombon, majd elment. Mindegy, kutasd át alkatrészekért. És akkor ezt megkidobjuk. Oké. Ki 4 órán belül kell dolgoznia. Amit főzött kaját szerintem abból nem is evett. Még a special recipe. Siligami per pancakes. Top playful lesz. Bár nem biztos, hogy jó egyébként, hogyha játékosan indul munkába, de most ezen nem fogunk kiakadni. Oké. És akkor jó étvágyat hozzá. Tökélet gumimacis palacsinta. Mire egyébként mindenki hazajön, szerintem akkor fog elmenni pont dolgozni. Energize kell, hogy legyen majd, amikor elmegy munkába. Úgyhogy lefürdetem. Azt hiszem steamy shower kell hozzá, vagy nem? Nem, brisk. Take a brisk shower. Mondjuk ő... mindegy. Lefürdik kétszer. Legalább biztos tisztán megy dolgozni. Te aludj rendesen. Közben Phoenix hazaért. Ki ez az ember? Dayton Casper. Hát hívjuk be. Biztos nem véletlenül átcsalog itt. Mondjuk büdösek vagyunk, úgyhogy nem biztos, hogy jó, meg ott... ja. Nem biztos, hogy így kellene fogadni vadidegen embereket a házunkba. Ismeri egyáltalán ezt a Daytont? Hát nem nagyon. Great new neighbor. Akkor az valami új szomszéd lehet. Csak úgy átjött hozzánk. Diola? Bakira? Uh-huh. Mesélj neki egy vicces sztorit. Teó kapott egy vakációnapot. Nagyon jól dolgozott. Majd lehet, hogy kivesszük. És... hát
Nagyon rossz kedve van, úgyhogy leütöttem tévézni. Hát, ha jobb lesz. És szerintem őt pedig elküldöm fürdeni. Igazán ráfér... lehet, hogy... Várjunk csak, nem is ezt akartam. Na, mi van most az egeremmel? Nem érzékeli, hogy mit akarok pontosan. Ha ebben nem lehet iszapfürdőt venni. Akkor olyat veszünk, amiben be lehet iszapfürdőt venni. Oké. Bathroom. Ja nem kész fürdőszoba kell nekem. Aj, hogy van? Itt. És kádak. És akkor egy ilyet veszek. És akkor ebbe tud iszapfürdőt venni. Hát, valamiért szégyenlős. Valami rosszat mondott neki. Ne legyél szégyenlős, egy jó iszapfürdő majd mindent megold. Oké. És akkor Teó. Hát a telefonját nyomogatja. El van. Az a lényeg. Foglalkozzon akkor a kerttel egy kicsit. Megvan az ötödik breakthrough-ja. Ugye Diana-nak. Ezeket itthon is tudjuk csinálni, nem muszáj mindig elmenni vele. Read something. Grapevine. Illen, hogy lehetne bele bort készíteni. A Sims 3-ban lehetett bort készíteni a szőlőből. Azért az elég király volt. Ezeket is szerintem trágyázom. Jó. Hát annyira nem bántottuk meg az embert, mert azt mondta, hogy majd még visszajön. Mi van, hogyha Teót küldjük az űrbe? Error. Hua. Nézze meg a sérült űrhajót. Scan for life. Nézze meg, hogy van-e valami élet. Nem tudom, melyik lenne igazából a jó. Safest way to travel. Warp engage. Engage. Elmetek most akkor hazajön? Ha? Jó, hát... biztos érdekes volt. Jól érezte magát. Nagy gond nem lett belőle, szerencsére. De nem, meg mindjárt bepisír, de azért nézi a sorozatot. Biztos nagyon izgalmas lehet, pedig van saját tévéje. Még tudom, hogy ez nem nagyon izgatja, de van neki. Konyhája, meg minden van neki. Kók. Kicsit tanuljanak meg főzni ők is. Most pont egy tortát sütök vele. Ó, közben hazaért Summer, 1600-at keresett. És 3 napon belül kell megint dolgozni, hát ez egy nagyon jó munkahely. Upgrade mivel lehet? Semmivel? Upgrade complete, 10-es rocket skill. Science skill. Aha. Hát ez tök jó, és hogyan tudom növelni a Rocket Science Skills, hogyha nem azzal, hogy építem folyamatosan ezt az űrhajót. Hanyas szinten van most Rocket Science 6-os. Ha elküldöm az űrbe, akkor az is nő vajon? Ja, megnézem. Ah, jó. Akkor csak el kell küldeni. Don't litter.
try to repair it. Oké. Okay. Sikerült betömni azt a lyukat. Akkor elmentek, ő is most hazajön. Ha jól értelmeztem a dolgot. De még lehet, hogy közben történik vele valami. Szóval tényleg érdekelne, hogy... Hát akkor nem lehet olyan nagy gond abba, hogy te ott elvitték az UFO-k, de... Veszek azért egy... hogy hívják az távcsövet? Eddig az összes Sims részben azzal lehetett megidézni az UFO-kat, úgyhogy gondolom itt is azzal lehet. Ennél kisebb nincsen amúgy. Csak van. Hát nem nagyon látom. Ne, azért... Na, szóval... Így is alig fért el itt bármi is. De így még kevésbé. De nem nagyon látok ennél kisebbet, az a baj. Nem értem, miért nincsen kicsi ilyen megfigyelő. Eladjuk a medencét. Hát eladom a medencét. Nem tudom eladni. Érdekes, akkor fákat adom a... Mondjuk lehet így sem fogod elférni, de... Úgyhogy mondjuk ide rakom. Hova rakjam ezt a medencét? Na, ott csak úgy tudom, hogy a tehén növényt. Ah, ide rakom. Mondjuk akkor most nagyobb lett ott a medence, és akkor ide tudok venni egy ilyet. Oké. Okay. Már is jobb. Megnézzük, hát ha elviszik most is az UFO. Neki akarom deríteni, hogy mi lehetett az. Szemem még mindig nem ért haza. Most ért haza. Talált valamit? Nem. Hát akkor ez most úgy annyira nem volt izgalmas. Bár van ilyen Uncommon Space Rock. Anyakönyv, ki van ott, hogy mi ez? Nem olyasmi. Úgy tönkre ment a tévé. Ezt oda rakom. Nézegesse mindenki, hogy milyen szép cuccot talált az űrben. Hát szerintem most nem fognak jönni az UFO. Ilyen space printeket folyamatosan kap. Ezt nem tudom, hogy mi lehet. Új cucc. Ha ezek az. Ó, T-Rex Nebula 400 valamennyi. 750 szimulán azt, hogy nézelődik. Azért ez nem rossz. Most már szerintem nem fogsz látni csillagokat. Akár abba is hagyhatod. Jó. Diana az éhes. Még őt elküldöm enni. Ha már ugye megcsinálta a tortát. És csak megcsinálta a tortát, szegény. Berakom a hűtőbe. Jó. Ez is megvolt. Teó. És leült tévézni. Hát ezt hagyom. Phoenix... ja, hogy tönkre ment a WC. Azért nem WC-zik, viszont Teó megjavíthatná. Nincs most ő egész jó állapotban van, ahhoz képest, ahogy szokott lenni. És akkor szerintem még upgrade. És akkor legyen önmagát tisztító WC-je a családnak. És akkor addig is legalább fejlődik. Oké, egyedül menjen suliba. És hát szerintem akkor végül is itt lenne vége ennek a résznek. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Doggy voltam. Sziasztok!